Jó estét kívánok, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Pszichológus Válaszol című műsorunkat látják. Stúdióban pedig állandó vendégem, Hagymási Zsuzsanna, klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta. Jó estét kívánok, szia! Jó estét, szia! Örülök, hogy ismételten egy asztalnál beszélgethetünk egy nagyon érdekes témáról, ez pedig a féltékenység, a féltés és hát a megcsalás témaköre lesz. Mennyire lehet egyáltalán azt mondani, hogy az emberek mernek, akarnak, vagy egyáltalán szeretnek ilyen témakörről beszélni? Én azt érzem, hogy ez egy mindenki számára nagyon érdekes és mindenkit foglalkoztató téma, egészen a fiatal korosztálytól az idősebb korosztályig. Viszont egy kicsit tabu témának számít, talán nehezen beszélnek róla, illetve azt látom, hogy a másikéről nagyon szívesen beszélnek, de a saját érzésekről, a saját gondolatokról már nem annyira, azt már kevésbé szívesen osztják meg másokkal, de a tapasztalat az, hogy ez tényleg egy olyan téma, amit úgy valahol legbelül mindenkit érdekel, mindenkit foglalkoztat. Mielőtt rátérünk a részletekre, azért érdemes arról is beszélni, hogy korosztályonként is másképp látjuk ezeket a témaköröket, szerinted? Mindenféleképpen. Amit én látok vagy tapasztalok, az, hogy a fiataljaimmal, a kamaszaimmal nagyon sokat kell erről beszélgetni, amikor azt látom, hogy elkezdődnek az első nyiladozó szerelmek, amikor ugye megtapasztalják ezt egyáltalán, hogy milyen az, amikor szerelmes vagyok, felfigyelnek a másik nemre, akkor ott az nagyon gyakran kell, és hát azt is hozzá kell tennem, hogy sokszor ok nélkül beszélgetnünk arról, hogy féltékenység, ki féltékeny, ki nem féltékeny. Aztán utána, amikor megtörténik a párválasztás, a pártalálás időszaka, és talán ott már ugye inkább koncentrálunk a családra, a munkavállalásra, a karrierre, ott egy picit, mintha ez úgy háttérbe szorulna, és aztán amikor beáll az, hogy most akkor már úgy megvan az embernek a kialakult élete, megvan az, hogy most már tudja, hogy mi miután következik, akkor valahogy ott megint egy kicsit felüti a fejét, illetve amit én még látok akkor, amikor kirepülnek a gyerekek, talán még az egy, de ugye erről már korábban beszéltünk is, hogy az még egy kritikus időszak, és utána ugye az idősebb korra ez azért ugye egy kicsit megint lecseng, amikor a kapuzárási pánikon túl vagyunk, akkor egy kicsit úgy megint, mintha visszább venne. No, hát akkor talán tisztázzunk előbb fogalmakat. Mit jelent az, hogy féltés, mi a különbség a féltékenység és a féltés között, és hát nyilván maga az, hogy ebből aztán utána probléma adódik két ember között, mi minden vezet el odáig? Hát ez tényleg nagyon fontos tisztázni, hogy teljesen más az, amikor féltésről és más, amikor féltékenységről beszélünk. Ugye a féltés az egy általános emberi dolog. Féltjük a szeretteinket, a barátainkat, akik közel állnak hozzánk. Erre mondhatjuk azt, hogy ez egy egészséges dolog, egy minimális aggódás, amikor tényleg az van bennünk, hogy mindenki rendben legyen, mindenki jól érezze magát a bőrében, adott esetben mindenki hazaérjen. Ez az, amire azt mondjuk, hogy féltés, ami egy kicsit nekem ez a gondoskodás fogalom körébe beletartozik. Ezzel ellentétben a féltékenység azért az már egy sokkal szorosabb szó, én úgy gondolom, mert ebben már mindenféleképpen benne van az is, hogy valami olyasmit is feltételezünk a másikról, ami adott esetben nem biztos, hogy van. És ugye a féltékenység az, ami mindig rólunk szól, soha nem a másikról. Ezért van az, hogy azok az emberek, akik általában féltékenyek, ők minden kapcsolatban féltékenyek. Pontosan ezért, mert minden kapcsolatban saját magukat viszik bele, a saját személyiségüket viszik bele, és hogyha ebben van némi bizonytalanság, akkor ezt a bizonytalanságot fogja kivetíteni a párkapcsolatára, és innentől kezdve ez már lehet egy mérgező dolog. Na de akkor rögtön adódik a kérdés, hogy hát egy kapcsolat attól kapcsolat, ha én személyében benne vagyok. Mégis mi ebben a probléma? Miért lesz ebből a féltékenység? Nyilván ez esetben negatív értelemben. Azért, mert persze mindenki a saját személyiségével van benne egy párkapcsolatban, de ugye nem mindegy, hogy ez a személyiség, amivel belemegyek egy kapcsolatba, az milyen. Mert ha én rendelkezem egy egészséges önbizalommal, egy egészséges magabiztossággal, akkor ha belelépek egy új kapcsolatba, akkor el tudom azt hinni magamról, hogy elég vagyok a másiknak, el tudom azt hinni, hogy mellettem nem kell az, hogy valaki más legyen az életébe. Egyszerűen tudom azt, hogy elég vagyok a másiknak. Viszont ha olyan a személyiségem, hogy abban nincs kellő önbizalom, bizonytalan vagyok magamban,
nem vagyok szép, csúnya vagyok, kövér vagyok, nem tudom akármi, nincs elég diplomám, nincs magas iskolai végzettségem, akkor ugye már úgy megyek bele abba a kapcsolatba, hogy bizonytalan vagyok magam, és akkor már rögtön látom azt, hogy fú, hát mert az a másik nő a szebb, ő okosabb, akkor biztosan, ha beszélgetni fog vele, akkor rájön, hogy ő mennyivel jobb, mint én vagyok, vagy ő mennyivel szebb, mint én vagyok, és ugye elindul bent az a kis vezérhangja, hogy hú, hát akkor biztos, hogy vele fog beszélgetni, biztos, hogy vele fog majd, nem tudom, találkozni, megismerni, és innentől kezdve veszélybe kerül a mi kapcsolatunk. Tehát a személyiségünk az így van benne, hogy nem mindegy, hogy mennyire épp, vagy mennyire magabiztos ez a személyiség, amivel bele tudunk menni egy kapcsolatba. Van egyáltalán olyan, hogy egészséges féltékenység? Én azt gondolom, hogy nincs. Nagyon sokan mondják ezt nekem egyébként terápián, rengetegen jönnek úgy, hogy ó, hát tetszik tudni, az csak egy ilyen egészséges féltékenység. Azt én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mi az egészséges féltékenység. Mert az én fejemben ilyen nem létezik. Mert hogy hol húzzuk meg ennek a határát, hogy nem tudom, ha belenézek a telefonjába, az már nem egészséges, de ha kihallgatom, hogy mit beszélget a barátjával, akkor az még egészséges. Tehát, hogy kinek mi az, hogy egészséges. És a másik oldalról pont, amit az előbb elmondtam, abból következik az, hogy a féltés az lehet egészséges, hogy elment a munkába, érjen haza este rendben, de a féltékenység, mint maga olyan, az szerintem nem lehet egészséges, mert ha az benne van az emberbe, az már mindenféleképpen feltételez valami működésbeli hiányosságot, deficitet, valami, ami azt tükrözi, hogy bennem nem oké valami. A féltékenységnek vannak fokozatai? Vannak, mindenféleképpen vannak, de hogy itt tisztázzuk azt, hogy már az enyhe féltékenység is féltékenység. Tehát, hogy arra nem mondhatjuk azt, hogy hát én nem vagyok de az vagyok, csak mondjuk nem annyira végletesen. Nyilván vannak ilyen alapabb dolgok, ami én nem tudom, tehát hogy nekem ez azért olyan furcsa, mert hogy szerintem már minden, ami a másik ellenőrzésére irányul, az már mindenféleképpen valamiféle féltékenység, és az már nem feltétlenül jó, de nyilván, hogyha a skálának a másik oldalát nézzük, akkor ott azért már el tudunk menni a beteges féltékenységig. És például az én fejemben ez a tudjuk egymás Facebook jelszavát, szoktak nekem ilyet páciensek mondani, hogy hát állandóan ki van téve a telefonon, bármikor megnézheti. Tehát szerintem a telefon az egy annyira privát és intim dolog, hogy én nem tudom azt elfogadni, hogy valaki belenéz a másik telefonjába. Még akkor sem, hogyha annak nem ellenőrzés a célja, de az például nem fér bele. Vagy ha követem a másikat, felhívom napközben százszor, hogy merre vagy, mit csinálsz. Aztán amit én még hallottam, és nálam az mondjuk nagyon kiverte a biztosítékot, hogy kölcsönösen be van állítva a lokátor egymás telefonján. Igen, hallottam már ilyet, és azt gondolta a páciensem, hogy ez egyébként teljesen rendben van, hogy ők napközben bármikor meg tudják nézni, hogy hol van a másik. Tehát én ezekre azt gondolom, hogy azért ez már bőven a beteges féltékenység kategóriába esik. Egészséges az, hogy nem kell lekódolni, jó, kódoljuk le a telefonunkat, de nem a párunk miatt, vagy hogyha a párom tudja a telefonomnak a kódját, azért nincs ezzel baj, mert hogy egy normálisan működő kapcsolatban eszébe sem jut a másiknak, hogy abba bele kell nézni, mert ha valakinek ez eszébe jut, akkor ott azért már el kell gondolkozni azon, hogy vajon mennyire stabil az a kapcsolat. És nyilván, hogyha azt nézzük, hogy egy szakember válaszol a kérdésekre, ugye akkor azért arról is beszélnünk kell, hogy mi az a határ, ami már akár betegségnek is nevezhető ilyen tekintetben, hogyha féltékenységről van szó. Hát az állandó ellenőrizgetés az már mindenféleképpen. Itt tudnám behozni akár magát a paranoiát is egyfajta ilyen betegségnek, ami már tényleg nagyon súlyos, ahol a féltékenység már olyan szintre csap, hogy ott tényleg egyfolytában képes akár követni, ellenőrizni, elméleteket gyártani arra, hogy ő hol, mikor, hogy kivel csalja meg. De ez már a tényleg nagyon-nagyon beteg, tehát hogy ez már a pszichiátriai értelemben is beteg kategória, de hogyha az egészséges populációt nézzük, azért ott is azt gondolom, hogy az, hogyha állandóan az jár a fejembe, hogy vajon mit csinál a másik, hogy biztos megcsal, hogy történeteket vagy elméleteket találok ki arra, hogy a munkahelyén a kollégájával, a kolléganőjével biztosan vele beszélget, biztos azért kell neki elmenni üzleti útra, tehát hogy amikor azt veszem észre, hogy állandóan
körül forognak a gondolataim, hogy mindig valamit kitalálok, hogy biztosan megcsalt, biztosan oka van rá, akkor ott azért már el kell, vagy érdemes azon elgondolkozni, hogy lehet, hogy segítséget kellene kérni. Mert csak azért is, mert hogyha ennek a kapcsolatnak vége lesz, mert azért ilyen esetekben általában az szokott lenni, hogy az állandóan zaklatott fél egy idő után megbunja, és azt mondja, hogy jó, akkor neki erre nincs szüksége, és szakítás lesz a kapcsolatnak a vége, de ugye ugyanazzal a személyiséggel, ha nem kérek segítséget, ugyanazzal a személyiséggel fogok belemenni a következő kapcsolatomba, és ugyanott fogok tartani nagyon rövid időn belül, ahol az előzőnél, mert ugyanúgy megjelennek a fejembe ezek a gondolatok, ezek a félelmek, és azt fogom észrevenni, hogy fú, hát már megint állandóan vita meg cirkusz van, csak nem biztos, hogy eljutok addig, hogy tudomásul vegyem, hogy mondjuk én generálom a féltékenységemmel ezeket a cirkuszokat vagy vitákat. Csak a nők féltékenyek? Nem. A férfiak is féltékenyek tudnak lenni. Ez olyan általános, hogy a nők általában féltékenyebbek, de azért velem szemben már nem egy, nem két férfi páciens is ült, aki bizonyal már betegesen féltékeny kategóriát is kimerítette. És akkor jön a korosztályos megoszlás. Bizonyos korcsoportokban hogyan éljük meg? Mi az, ami valóban féltékenység, hogyha nézzük akár a tinédzsereket, a fiatalokat, vagy az idősebbeket? Hát a tinédzsereim, ők mindenbe belehalnak. De ahogy szoktam is mondani nekik, ez a dolguk, hogy 3 napra legyen vége a világnak, aztán rázzák meg a vállukat, és menjenek tovább. Tehát ők elképesztően szélsőséges érzelmeket képesek megélni. Nyilván ez ugye tudjuk egy életkori sajátosság is, mert hogy olyan amplitúdóban mozognak az érzelmeik, hogy ember legyen a talpán, aki ezt leköveti. Na ugyanez nyilván megjelenik a szerelemben is. Tehát náluk nagyon általános a féltékenység, de pont ezért, mert hogy ők még önmagukat keresik, ők még nem találták meg önmagukat, azért én nagyon-nagyon kevés serdülőt, ha nem tudom, láttam-e egyáltalán olyan serdülőt, aki már megfelelő magabiztossággal vagy önbizalommal rendelkezik. És ugye innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogyha belemegy egy kapcsolatba, azzal ő még a nagyon sérülékeny, képléken alakulóban lévő személyiségével megy bele, és így nyilvánvalóan egyik pillanatra a másikra ott találja magát a féltékenység kellős közepén. Náluk még, amit én jellemzőnek szoktam látni, az, hogy egyfolytában együtt szeretnének lenni, hogy ez a megszűnik az én, megszűnik a te, hanem csak a mi vagyunk. És ugye itt van az, amikor jönnek a, és mondjuk ez általában a kamasz lányaimra jellemző, hogy ha elmegy a fiú bulizni a barátaival, akkor van egy egész estés sértődés, hogy mert nem velem van, mert miért a barátokkal van, mert miért kell neki ott lenni, és ebből nyilván jönnek a nagyon nagy viták, meg félreértések, meg veszekedések. És ez nagyon sokszor el szokta vinni. Itt van az, amikor velük mindig megpróbáljuk ezt tisztázni, hogy mindenkinek szüksége van én időre, és hogy azt az időt, amit mondjuk a fiúk a barátokkal töltenek, azt a lányok is tölthetik a barátnőkkel például. És itt jön az, amikor mert elmennek, akkor ott biztos lesz egy másik lány, aki szebb, meg aki jobb, meg aki rámászik, meg aki nem tudom én. Tehát itt ezekkel küzdünk nagyon az ilyen még teljesen bizonytalan, éretlen, kialakulatlan érzésekkel. Ami még egyszer hozzáteszem, életkori sajátosság, és teljesen természetes. Később már talán tényleg a beteg eseteket leszámítva, talán egy picit konszolidálódik, csitul ez az egész. Ott már azért nem szoktam látni azokat a nagyon nagy heves vitákat. Ott már egyébként sokszor inkább ezek a csendben nyomozgatások mennek, és mondjuk csak amikor már biztossá válik valami, akkor van szembesítés. De hogy ott már inkább, mintha egy kicsit így lecsendesedne. Persze itt is vannak viták, vannak nézeteltérések, de már közel sem olyan szinten, mint serdülőként, hiszen itt azért már feltételezzük azt, hogy azért már egy kész kiforrott személyiséggel megyünk bele egy kapcsolatba, ami azért én mindig szeretném azt hinni, hogy feltételezi azt, hogy egészséges önbizalom, de sajnos nem, sokkal-sokkal kevesebben rendelkeznek egészséges önbizalommal, mint azt az átlagember hiszi vagy gondolja. De általában az, hogy mindenki azt gondolja, hogy rajtam kívül mindenkinek kellő önbizalma van, és aztán leülnek velem szembe, és a pácienseim kb. 90%-áról kiderül, hogy abszolút nem rendelkeznek megfelelő önbizalommal. És aztán idősebb korban, amikor a gyerekek már kirepülnek,
akkor ott megint talán egy kicsit ilyen látványosabbá válik ez az egész, de azért, mert ott a személyiség maga is változik. Hogyha beszélünk egy kapuzárási pánikról, akkor annak az egyik része az, hogy újra kinyílik a személyiség, és elkezdünk olyan dolgok felé fordulni, amik korábban mondjuk a gyerekek a család miatt nem adódtak, és hogy ez hozza magával azt, hogy hú, de hát hogy megváltozott a másik, hogy eddig már nem tudom, nem járt el tornázni, most eljár tornázni, eddig nem járt konditerembe, most eljár konditerembe, és valahogy mintha ez hozná magával azt, hogy hát mert akkor biztos azért, mert én már nem vagyok elég jó neki, mert más kell neki, vagy biztos más tetszett meg neki. Tehát én azt látom, hogy minden korosztálynál egy picit másabb, vagy másképp jelenik meg, de az alap, ami mögötte van, a nem kellő, vagy nem megfelelő magabiztosság, vagy önbizalom, az minden esetben ott van. Azt gondolom, hogy biztos mindenki tud a maga környezetébe olyat, akinek azonban a féltékenység néha nem alaptalan, és akkor ugye ebből jön később a megcsalás. Talán érdekes lehet, hogy ennek is vannak fokozatai, hiszen van, amikor azt is halljuk mellette, hogy hát azért ezt családon belül van, aki tudja kezelni, és van, amikor ezt nem tudják kezelni, akkor nyilván ebből lesz utána a válás. Így van. Szerintem ez ilyen megállapodás kérdése, talán mondhatjuk ezt, hogy kinél mi számít megcsalásnak, mert én is hallottam már ilyet, ahol az volt, hogy jó, hát a csók az nem számít megcsalásnak, de ha attól valami több történik. Igen, a flört az nem számít megcsalásnak, de egyéb más igen. Tehát én ezt valahol el tudom fogadni, hogy ha egy pár ebben úgy jut konszenzusra, hogy az mind a két félnek megfelelő, akkor tudnak úgy működni. De hozzátenném, hogy én azért az ilyen nyitott kapcsolatoknak és nyitott házasságoknak abszolút nem vagyok a híve, mert volt már ilyen a praxisomban, de az jóra még szerintem soha nem vezetett, mert itt mindig azt kell végig gondolni, hogy oké, hogy ha vannak ilyen szabályok, akkor én kapok valami engedményt, de ugyanaz a másikra is vonatkozik. És hogy bele kell ilyenkor gondolni, hogy hát lehet, hogy én nem gondolom komolyan, ha megteszem a másikkal, de gondoljunk bele abba, hogy ha a másik teszi meg velem, akkor azt hogy tudom magamba e helyre pakolni. Akkor az mondjuk milyen hatással lesz az én önbizalmamra, hogy nem tudom, egyszer csak hazaállít a férjem egy ilyen szabály alkott a rendszerben, és akkor azt mondja, hogy hú, hát képzeld el, csókolóztam a Gizikével. És hogy én nehezen tudom azt magamról elképzelni, hogy hozunk egy ilyen szabályt, és akkor azt mondom, hogy hát egészségedre. És nem tudom, hogy van ember, aki tud így működni, hogy megvonja a vállát, és azt mondja, hogy jó, hát rendben van, nem történt semmi. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy vannak fokozatok, de igazándiból onnantól kezdve, hogy kiderül az, hogy a másik hűtlen volt hozzám bármilyen formában is, én azt nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki egy várándítással elintézné. Ha csak nem már teljesen kihűlt a kapcsolat, de hát akkor meg már nincs is értelme kapcsolatról beszélni. Féltékenység kapcsán beszélhetünk barátok közötti féltékenységről, és hát ugye itt beszéltünk arról is, hogy elsősorban adott esetben a tinédzserek között ez egy aktuális probléma lehet. Igen, egyébként találkozom ilyennel is. Általában ott, ahol mondjuk hárman, négyen barátok, barátnők, és most, hogy így végig gondolom, ilyennel inkább a lányok szoktak jönni. Tehát fiúknál nem, a fiúk ők úgy bandáznak együtt, nekik ez nem jelent problémát, vagyis én még nem tapasztaltam olyat. Lányoknál sokkal inkább előfordul ez, hogy még a baráti társaságokon belül is klikkesednek egy kicsit, vagy az egyiket jobban szeretem, mint a másikat, és azért ott elő szokott ilyen fordulni, hogy egy ilyen féltékenység, hogy mert a másiknak biztos, hogy jobban átja, vagy vele többet beszélget, vagy több dolgot oszt meg a másikkal, mint vele. És ott azért ez szokott konfliktusok forrása lenni. Hogyha mondjuk egy féltékenység alaptalan, a másik fél, aki ha lehet így fogalmazni a sértett, vagy az elszenvedője ennek a történetnek, az mit tehet? Hiszen mindig beszélünk arról a műsorban, vagy ebben a műsorfolyamban, hogy adott esetekben mikor érdemes segítséget kérni, szakember segítségét kérni. Semmiképpen ne kezdje el bizonygatni, mert az egy végeérhetetlen sztori lesz, mert ha egyetbe bizonyít, hogy nem úgy volt, akkor jön mellé másik kettő vagy három, amit akkor úgy
újra bizonyítania kell, és hogy egy idő után ő is a kényszert fog érezni arra, hogy de neki bizonyítania kell. Ez a, nem tudom, neked van-e ilyen, nekem van az ismerettségi körömben, hogy megérkezünk, felhívom a férjemet, felhívom a feleségemet, itt vagyok, beszéljünk videótelefonon, hogy tényleg lássa, hogy ott, tehát hogy ez annyira kimerítő tud lenni egy idő után, hogy ez biztos, hogy megint csak nem fog jóra vezetni, és jelentheti a kapcsolat végét. Nyilván nagyon fontos az, én mindig azt szoktam mondani, hogy üljünk le, próbáljuk meg megbeszélni, mondjuk el a másiknak, hogy nem véletlenül vagyok veled, téged szeretlek, veled szeretném leélni az életemet, és hogyha ez sem segít, akkor mindenféleképpen irányítsuk szakemberhez, mert itt személyiség szinten kell akkor a problémákat kezelni, az pedig szakember segítsége nélkül nem lehet. És még egy dolog, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez egy nagyon szép dolog, amikor azt ígérjük valakinek, főleg egy házasságnál, hogy életem végéig szeretni foglak. És én nagyon szeretném azt hinni, hogy ez így van, csak sajnos a mai világban az élet az cáfolja, és nem ezt igazolja. Mert látunk nagyon sokat, azért főleg ugye a mi korosztályunkban nagyon sok a válás, nagyon sok olyan eset van, amikor szétmennek házaspárok, és hogy mondjam azt a másiknak, hogy szeretlek, és hogy megpróbálhatom megígérni, hogy szeretni foglak, de hogy erre garancia, az soha nincs, mert soha nem tudhatjuk azt, hogy mikor sétál be valaki az életünkbe, akire így ránézünk, és azt mondjuk, hogy fú, úristen, és őt eddig nem ismertem. Tehát, hogy nagyon szép dolog, és én tényleg biztatok mindenkit arra, hogy ha választottunk valakit, akkor tartsunk ki mellette, de ha mégis bejön valaki az életünkbe, akkor ne tegyük a másikat féltékenyé, hanem legyünk annyira erősek, hogy odaállunk a másik elé, és mondjuk azt neki, bármennyire fáj is, hogy ne haragudj, tévedtem, mégsem te vagy az igazi, nyilván ez nagyon fáj a másiknak, de érzéseket nem tudunk eldönteni, vagy elhatározni, és még mindig sokkal tisztább az, hogyha nem bántom a másikat még azzal is, hogy a háta mögött csinálok olyan dolgokat, amit mondjuk nem szeretném, hogyha velem megtennének. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép világ lenne így. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is válaszoltál a kérdéseinkre. Remélem tudtunk nézőinknek egy kicsit segíteni, vagy legalább úgy érzik, hogy nincsenek egyedül adott esetben a problémáikkal. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm én is. Nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tartsanak továbbra is az Emplén Televízióval. Viszontlátásra!